Sánta Sándor a Návai téri felújított játszótér előtt tartotta a lakossági utcafórumát. A Honvéd városrész képviselője még a lakossági kérdések előtt beszélt a körzetet érintő két fontos beruházásról, a Honvéd rehabilitációjáról és a Makovecz könyvtár építéséről, valamint a tavaszi fórum óta a városrészben történt fejlesztésekről. Ebben az évben elkészült javítások a csatorna, út, kátyú, önkormányzati lakások felújítása, járdaépítés, hát a nem is nagy volumenben, de ezek mentek, és azért a végösszeg 18 millió forint, ez azért elég szép összeg és szép volumen. Nem csak infrastruktúrális beruházások voltak a városrészben, hanem a képviselő javaslatára változások történtek a szociális segélyezésben, ami nagy segítség az itt élőknek. Kiemelte a patkányírtást is, amelyet mindig támogat az önkormányzat. Farkas Éva Erzsébet polgármester összefoglalta az érdeklődőknek a város fejlesztéseit, elmondta, közel 3 milliárd forint értékben pályázott a település. Ezek abban az esetben, amely ha nyertesekké válnak, és támogatási szerződések aláírására kerül sor, akkor kezdődnek meg a tényleges közbeszerzési eljárásoknak a folyamatai, és ezt követően lesznek majd látványosak ezek a fejlesztések, amikor ténylegesen látjuk, hogy ássák az utat, ássák a kerékpárútnak a nyomvonalát, ássák a könyvtárnak, a hagymatikum gyógyfürdőnek a bővítésének az alapjait, és még sorolhatnám. Látjuk, hogy a csipkesornál az alsó szintet elkezdik ugye fölbontani, és a tényleges látványszerű az 2017 őszétől várható. Hiszen ezek a közbeszerzési eljárások, mihelyest ugye nyertessé nyilvánítják a pályázatokat, ezek több hónapot, valamikor fél évet, háromnegyed évet is igénybe vesznek. A lakosságot is érdekelték a jövőbeni fejlesztések. Barta Zsolt azt kérdezte a városvezetéstől, hogy a Makovecz könyvtár építése és az ezzel kapcsolatos utcarendezés előtt tájékoztatják-e a lakókat, milyen is lesz az újonnan kialakított terület. A polgármester megnyugtatta, ahogy elkészülnek a tervek, fórumokon tájékoztatják a lakosságot. Emellett sok kérdés érkezett a városvezetőkhöz, így például a járdák, a vízelvezető rendszerek rendbetétele, illetve romos épületek felszámolása ügyében. A lakossági fórumok sora ma folytatódik, adásunkkal egy időben Gáspár Sándor a Makovecz téri zenepavilonnál várja az érdeklődőket.